Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a Beaver Note-t szeretném bemutatni. Ez egy jegyzetelő eszköz. Mindenféle, tehát a három nagy operációs rendszerre mindenképp, tehát mindenféle operációs rendszerre elérhető, tehát függetlenül attól, hogy te mit használsz. Ez egy nagyon jó középutas jegyzetelő dolog. Miért mondom, hogy középutas? Mert vannak olyan jegyzetelő programok, például amiket a monitorra lehet, persze az asztalra, a számítógépben benne lévő asztalra lehet felrakosgatni, ilyen kis cédulaszerűségek, amiben pár dolgot be tudsz írni. Itt nagyon kevés, vagy esetleg semmi rendezési lehetőség nincs, nem tudod őket csoportosítani, maximum ilyen lehetőségek vannak bennük, hogy az egyik jegyzet piros, a másik meg zöld hátteret kapjon. Ez elegendő az emberek egy részének. A másik fele az ilyen jegyzetelő programoknak az az Obsidian és a társai. Ezek már komoly adatbázissal rendelkező, rengeteg lehetőség, összekötés, linkelés, belső-külső linkelés, képek elhelyezése is egyébre alkalmatos. A kettő között helyezkedik el a Beaver Notes. Ez nagyon kényelmes lesz olyanoknak, akiknek az alapjegyzetelő kevés, de igazából egy Obsidian vagy hasonló programot nem akarnak megtanulni, az nekik nagyon túlzó, nagyon sok funkciót adó eszköz, és ők ezt nem szeretnék használni. Mire is alkalmatos ez a Beaver Notes? Hát természetesen jegyzetelése, és igazából azoknak a jegyzeteknek egy alapszintű rendezésére alkalmatos. Alkalmatos a Markdown jelölőnyelv használatára. Igazából ez a jelölőnyelv, párszor itt ott már volt róla szó, én nagyon kedvelem, alkalmas arra, hogy kiemeléseket, felsorolásokat, listák, linkeket, egyebeket behelyez, nagyon professzionális módon meg tudod formálni a dolgaidat, és természetesen ezt ki tudod exportálni, tehát valahol olyan középutas, kellemesen használható dolog. És ami nekem nagyon megtetszett, hogy letöltés Linuxra, rögtön meglátjuk azt, hogy van apimage, illetve van Debian, illetve RPM csomagolás, azaz, akármilyen rendszered van, vagy jellemzően majdnem minden, mert biztos van olyan rendszer, amiben az apimage nem fut, az apimage-et le tudod tölteni, még akkor is, ha nem Debian ágú, illetve Fedora, Red Hat, SUSE ágú dolgot használsz, hiszen ott az RPM, illetve a Debian csomag megvan, kényelmesen fogod tudni ezeket használni, és ami igazából számomra nagyon jó, hogy az apimage-el ki tudok próbálni bármit, ez egy olyan csomagolási mód, hogy rákattintasz, lejön egy állomány, az állománynak adsz egy futtatási jogot, és futtatod. Indítás után azonnal tudjuk használni, azaz nem kell semmi beállítást tenni. Ez nagyon kényelmes olyan felhasználóknak, akik igazából programot szeretnének használni, és nem szeretnének abba turkálni, beállítani, ezt azt telepíteni még hozzá. Alapgondolat az, hogy egy jegyzetnek ki is kell valahogy nézni, tehát formázni is tudjuk. Legalábbis véleményem szerint, hogyha már nem arról van szó, hogy a bevásárló listát vagy teendő listát szeretnénk felírni, vagy három szót feljegyezni valami oknál fogva, akkor már az nézen is ki valahogy, hiszen ha mélyebb betekintést szeretnénk a dolgaink közé, tehát a jegyzeteink közé, akkor azért legyenek főcímek, ilyen-olyan formázások, és lehetőleg külső linkeket, például egy weblap, vagy egyéb linkeket is be tudjunk illeszteni, képet, hogyha véletlenül valakinek olyan gondolata van. Ez a rendszer erre lehetőséget ad, nagyon kényelmesen lehet használni. A használatnak, tehát a formázás használatának kettő útja van. Az egyszerűbb, és szerintem az emberek nagy része ezt válasza. A látható ikonsorból kiválasztjuk a formázást, és olyan lesz a kinézet. A másik a hagyományos Markdown jelölőnyelv megismerése, amikor már mi adjuk meg a jelölő, azaz formázó karaktereket, és utána nekünk már nincs egyéb dolgunk, csak írni, és menet közben beírogatni azt a kódsort, pár kis karaktert, amivel meg tudjuk formázni a dolgot. Írjunk is be valamit, beírom, hogy alma, és beírom, hogy amla, és rögtön lehet látni, hogy alá is húzta. Alá is húzta, gyakorlatilag a magyar nyelvet felismeri, ha rendszerbe be van állítva, illetve a szótárok telepítve vannak, akkor magyar helyesírás ellenőrzést is kapsz. Erről egyébként nem tudtam, és örömmel vettem észre, hogy ez ilyen szépen működik. A formázás nagyon egyszerű, egy magasabb szintű főcímet kapunk, ha kisebb besorolású címet szeretnénk, akkor H2-t használunk.
Ha pedig mégse azt szeretnénk használni, akkor természetesen használhatjuk a megfelelő Markdown besorolást, és utána rögvest megkapjuk ezeket a formázásokat. Érdemes mind a két tágat, tehát az ikon használatot, illetve magát a formázási nyelvet alapszinten megismerni, és utána a legtöbb formázást megtehetjük. A szokásos dőlt, vastagított, aláhúzott, áthúzott, kódok beillesztése, illetve kiemelést, ezt tudjuk használni. A felsorolást azt is be tudjuk illeszteni, hogyha valaki éppen nem szeretné kézzel a felsorolásokat megtenni, illetve különböző kódokat, képeket, illetve linkeket tudunk használni, nyomtatni tudunk, illetve van egy úgynevezett fókuszmód. A fókuszmódban minden felesleges dolog el fog tűnni, lehet látni, hogy minden eltűnt, nem kell megijedni, nyilvánvalóan, hogyha idehozod az egeret, odatolod az egeret, azonnal előreugrik az, amire szükséged van, hát meg hát természetesen vissza is tudsz léptetni a normál módba. Én ezt a fókuszmódot szeretem használni, nincs semmi a monitoron, azon kívül, hogy irogatok, csinálom a dolgomat. A következő egy kereső, azt hiszem nem kellett volna ennyi szót erre vesztegetni, nagyon kényelmesen tudsz vele írni. Mi az, amit még érdemes átnézni? Természetesen a menüsort, itt gyakorlatilag a nagyítás, kicsinyítés az, ami számunkra igazán érdekesebb, a többit innen tudjuk vezérelni. Én úgy gondolom, hogy az ikonsor nagyon-nagyon szépen összeszedett, használni tudjuk. A plusszal kapunk egy új jegyzetelési lehetőséget, egy új lapot, így is lehet mondani. Kettős keresztés szöveget beírunk, én nekem az lesz, hogy teszt, ilyen már van, akkor egy jelölést tudunk adni a jegyzethez, hogy melyik csoportba tartozik. Ha szeretnénk több ilyen jelölést hozzáadni, akkor azt természetesen meg tudjuk tenni. Véleményem szerint ez nagyon hasznos dolog, hiszen hogyha szeretnénk csoportosítani a jegyzeteinket, akkor ezzel meg tudjuk tenni, annélkül, hogy különösebb okosságot kéne megtanulni. Figyelj arra, hogy a kettős kereszt és a név között, tehát a kategória között ne hagyjál ki egy üres helyet, mert akkor automatikusan úgy érzékeli, mintha Markdown-nak a saját jelölő nyelvét használnád, és akkor főcímnek fogja ő azt a sort tekinteni. Én úgy gondolom, hogy ezt úgy meg lehet jegyezni. Ide megyek, látható. Látta, hogy én most egy főcímet csináltam, hiszen a szabványi jelölést használtam. Na hát kapja meg megint a teszt jelölést. Látható volt, hogy listából is ki lehet választani. Eddig az editálási módban voltunk, az írogató módban. A másik mód, amikor ilyen kis, valóban jegyzetszerűen látjuk a dolgokat, itt ki tudod választani azt a jegyzetet, amelyikkel te szeretnéd dolgozni, belenézni, javítani, elolvasni, hiszen egy jegyzetnek a jegyzetelés a legfontosabb, és hogyha azt gondolod, illetve úgy van a dolog, hogy rengeteg jegyzeted van, már nem ez a pár tesztként, illetve gyárilag kapott jegyzet, akkor a teszt kategóriába tartozókat akarod csak nézni, akkor csak a tesztbe tartozókat választod ki. Rákattintasz, oldalt is ki tudod választani, keresés is van, illetve a rendezést dátum szerint tudod, betű szerint, illetve a használat, utolsó upgrade, utolsó használat szerint be tudod rendezni el és vissza. Azt hiszem, ez se okozhat senkinek nagyobb problémát. Azaz nézzük is meg, hogy például itt a tutoriálok között van, amit gyárilag kaptunk kettőt, az egyik egy általános leírás, a másik a formázási nyelvnek a leírása. Nyilván, hogyha nem szeretnéd ezt a formázási nyelvet megtanulni, akkor értelemszerűen az ikonokat használod. Én azért emlegetem ennyiszer ezt a formázási nyelvet, meg gépelés közben nagyon kényelmes az, hogy be tudod írni a formázási karaktereket, picit meg kell tanulni, ki kell jegyzetelni, aztán egy nap alatt meg lehet ismerni a főbb formációkat, főbb formázási lehetőségeket, és utána már villámgyorsan használhatjuk. Itt természetesen a zárolás, nem tudod törölni, nem tudsz beleírni, a törlés, könyvjelző, illetve az archiválási lehetőség megvan. Az archiválási lehetőséget is érdemes használni, akkor nem fog megjelenni a felsorolásba, de az archívumban még meg lesz, kényelmes. Itt a leírást el kell olvasgatni, nagyon jól összeszedett, és a főbb pontokra rámutató kis szöveget kapunk, aki nem ismeri ezt a formázási nyelvet, neki ez kötelező véleményem szerint.
Az archívumba be tudunk lépni, nyilván ugyanazt a keresési egyéb módot tudjuk megtenni, mint előzőekben. Az archívumom üres, nem archiváltam még semmit. Az export-importon kívül itt tudsz váltani a világos, illetve a sötét mód között. Ez nagyon kényelmes, mert kinek ez, kinek az, és vannak olyan emberek, akik, mint én, szeretik váltogatni. Ennyi gyakorlatilag az, ami az íráshoz, az alkotáshoz, a jegyzetek készítéséhez tartozó dolog, és nézzük meg a beállítási lehetőségeket. A beállítási lehetőségek szükek. Azt kell mondanom, szükek, egyszerűek. Ez a program valóban arra koncentrál, hogy neked, nekem, mint felhasználónak ne legyenek olyan kérdések, mint például, hogyha valaki megnézi akár az Obsidian, vagy akár bármelyik ehhez hasonló nagyon komplex rendszernek a beállító paneljeit, elkezdi vakarni a fejét, hogy a felét, jó, nem a felét, de egy részét. Biztosan nem érti, hogy mit akar tőlem, mit akarja, hogy beállítson. Itt nincs semmi olyan, amit egy egyszerű ember, aki jegyzeteit azért normálisan rendbe szeretné tartani, annak lenne olyan kérdés, amire nem tudja a választ. Nyilvánvalóan a kinézetre kérdez rá, a nyelvre, hát a nyelv választék bő, kettő darab nyelv között választhatunk. A fontbeállítást megteheted, olyan fontot állítasz be, nyilván ami a szemednek kényelmes, van egy szinkronizálási lehetőség, szinkronizálhatsz kettő darab könyvtárat. Itt kell kitérni arra, hogy ez a jegyzetelő eszköz nem alkalmas olyanra hivatalosan gyárilag, hogy felhőbe dolgozzon. Ez adatvédelem miatt nagyon kényelmes, azaz az én gépemen van. Az én gépemen van, nem egy másik helyen, a felhőbe, amit fel lehet törni, bárki bele tud nézni, hanem az én gépemen én ezekkel a fájlokkal rendelkezni tudok. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy helyhez vagy kötve, hiszen akár pendrive-ra szinkronizálhatod a jegyzeteidet, akár pedig egy olyan könyvtárat megadhatsz, szinkron könyvtárnak vagy felhasználói könyvtárnak, amelyet éppen te egy másik programmal szinkronizálsz, valami felhő tárhely szolgáltatóval, és akkor a felhőbe is meg lesznek a dolgaid, és bárhonnét elérheted. Tehát az a védelem megvan, hogy ő nem fog automatikusan a felhőbe dolgozni, valahova feltölteni az én dolgaimat, de ezt a védelmet ki tudod kerülni, illetve tudsz dönteni, hogy esetleg melyik felhő tárhely szolgáltatóhoz szeretnél menni, és ott tárolni az anyagaidat. Export-import, arról már volt szó, illetve hát azt hiszem egyértelmű, mit jelent. Van a gyors billentyű beállítás. A gyors billentyű beállítás igazából olyan, hogy az alapfunkciókat, a legfontosabb funkciókat tudja, és nem bővíthető, és tudtommal, vagy legalábbis nekem nem sikerült, nem átírható. Kellemetlen, hogy nem lehet átírogatni, mert ilyen vesző meg egyéb megoldások számomra nem annyira kényelmesek. Nem annyira kényelmesek, mint a saját megszokott dolgaim, de alapvetően ezeket lehet használni. Van egy bemutatkozó kis oldal, megmondja a verziót, és itt látjuk a szokásos hármast, oda tudsz menni a weboldalra, elolvasod azt, amit én gyorsan elmondtam, a GitHub-ra, ott van a forráskód, hogyha éppen kell, illetve dotálni tudod a fejlesztőket. Összefoglalnám, ez egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű jegyzetelő, de nem az az egyszerűségű, mint ami általában az operációs rendszerekben bent van, ilyen kis jegyzet, füzetecske, jegyzet, tömböcske, az a ragasztós kütyüke, amiket szoktak adni, hanem annál fejlettebb, mert van egy nagyon jó formázási lehetősége, illetve van egy relációs csoportosítási lehetőség, amiben a jegyzeteket csoportosítani tudod. Természetesen archiválási funkciója is van, körülbelül ennyi. Nekem nagyon megtetszett, bevallom őszintén, megtetszett, és hogyha nem lenne más, akkor én mindenképp ezt használnám, mert nyilvánvalóan valamit megírni, megformázni bőven elegendő, nagyon szépen össze tudsz rakni különböző csoportokat, azzal kis hashtag és beírom a keresőszót, illetve keresni is lehet egyébként a jegyzetek között. Szóval ez egy használható kis jegyzetelő programocska, mindenképp érdemes kipróbálni, hogyha a jegyzetelés annál több nálad, hogy felfirkálod a papírra a jegyzeteidet, vagy egy egyszerű TXT-be beírsz 5-10-20 mondatot,
és azt nem tudod csoportosítani. Itt a csoportosítási lehetőség, illetve a formázás. A formázáson értsd az, hogy külső linkek, képek beillesztése. Tehát nem egy szövegszerkesztő, egy komoly irodai program, de nagyon szépen el tudsz készíteni egy-egy anyagot vele, ami egy kicsit túlmutat azon, hogy jegyzetelés. Tehát a jegyzetelésben azért ez a formázás nem feltétlenül tartozik bele, de túlmutat ezen. Azaz egy jól használható kis jegyzetelő programocska, ráadásul APIM is be ki tudod próbálni, ha nem tetszik, akkor természetesen nem használod. Köszi szépen, sziasztok!